Nossa, Vostok. Oi, oi, oi. Patakfalva folytatása következik. Azt mondja, hogy bent hagytam a bigatranszos logót. Egy pillanat, azt kiveszem. Égni. Na, tehát tegnap a silúzást kezdtük el, amit nem fejeztünk be, és emellett ugye a kombány befejezte a szójababnak az ürítését. Tegnap itt, ahogy visszanéztem a videót, ja, hogy ezen van itt fölül egy rács. Aha. Ezt néztem, ugye a háttérből néztem, hogy mi a jó Isten ez itt a tetején. Na most már látom, hogy egy ilyen rács, ez valószínű, hogy a felverődés ellen lehet, vagy nem tudom mi ellen. Hú, de szép színe van ennek az ekének. Na, igen. Ugye ezt kiviszem mi a fenéhez? Pótkocsihoz leürítem. És akkor szerintem ezt a kombányt én szépen vissza is fogom állítani. Ja nem, várjál. De megkönnyítem a helyzetemet azzal, hogy visszaállítom a kombányt. A vágóasztalt azt nem fogom visszaállítani a telep helyre, mivel utána majd folytathatjuk a másik földet ezzel a vágóasztallal. Mert ugye ott még van az árpa, amit le kell aratni. Ez bele is fog férni szépen ebbe az egy darab pótba. Sőt. Jó, de csúnyán dobta le. Hát egyelőre egy kicsit olyan hanyagú szanaszét van minden. Na, keressük meg a kombányt. Visszaállítás. Jó. Égni. És akkor már nagy valószínűséggel be tudjuk már fejezni a silúzást. Azért még nem indulok el. És miért is nem nyitja ki ezt a vágóasztalt? Munkafelvétel, IC bekapcsolása, nem. Mi úgy kell kézzel kiengedni ezeket a vackokat? Elképzelhető. Right shift. Aha. Ó. Hop, hop, maradj úgy. Jó, és akkor a szélre. Mert ezeket ugye. Jó. Hát, ezt is kitalálta valaki.
De ugye bekapcsolni, mert most le van engedve. Ez így van leengedve? Ez így van leengedve, gyerekek, itt gebasz lesz. Ajaj. Ja, hogy még mindig nem nyitottam ki. De nem. Még mindig nem nyitottam ki valamit. Hogy nem nyitottam ki. Maradj úgy. Lehet, hogy itt is ki kell szállni, aztán valamit. Nem. Na várjál, kikapcsoljuk az IC-t. Open closed door. Ez már a kombányra vonatkozik. Amikor annyit mindent kéne csinálni, akkor ezzel kell baszakodni, hogy ki kell itt találgatni, hogy mi hogy működik. Na várjál, lehet, hogy az adaptert külön kell felkapcsolni. Mi a fasz van? Ugye a gardán nem tudom levenni. Visszaemeljem föl. Vissza fölemelem. IC bekapcsolása. Ezt nem... Jó, most ezt visszacsuktam. Ez csak kinyitott. Kinyitott kombány. Ja persze, hülye, hát a kombányt is ki kell nyitni, hát az. Igen, de hát ez akkor is rohadt magasan van ez a vágóasztal. Jó, a napraforgónál ez nem számít, mert ugye tányért kell, hogy eltávolítsa, de a kukoricánál nem. Itt nem kapcsolom be, csak leengedem. Igen, a tányérra jó. Ó, de meg vagyok áldva ezekkel a csuda eszközökkel. Pedig a képen, amikor letöltöttem a klasszon, olyan jó nézett ki. Ez leengedve is fenn van kabin magasságba. Jó, nem szórakozok én most ezzel, hogy oda vigyem, eladom a francba. És akkor szépen bérlek egy New Hollandot.
van IC, jó, ha van, amit kézzel kell kezelni, de jó, hogyha nincs túl bonyolítva. Várjál, azért ennél is azért csak-csak megnézem már, hogy mennyire engedi le. Mert már még a végén a kombányt is le kell cserélni. Hát még ez is talán magas lesz. Na jól van. Haladjunk, aztán nézzük meg. Jók ezek a retro cuccok, csak aztán van velük baj, amíg ki nem tapasztalja az ember. Hoppá, ezt lehet, hogy jobban járok, hogyha becsukom. Biztosabb, hogy nem akadok fel. Tegnap is kicsit kiakadtam a segítőre, aztán azért hagytam abba a silózást. Jaj, ez a kurva allergia. Barack kivesz az észből. Most rendesen virág, vagy érik a barack, aztán már ráfogom a barackra, de már a fene se tudja, hogy mi. Éj, a gyerekek, se jobbra, se balra, átvágtam egy az egybe. A forgalom előtt az úton, uda szép ez így, ilyen retkesen ez a dominátor. Milyen faszán lapul a kerék. Most azért fog megint reklamálni, abár nem hiszem, hogy tele lesz a kombány. És hogyha nem fogja kezelni ezt a vágóasztalt rendesen, ez a klassz, akkor kitépem a hajamat, bár nem bírom megfogni. Akkor béreljek egy kombányt is, amivel leszedem. Hát remélem, hogy jó lesz. Kicsit körbeszegem neki, mert nehogy az legyen, hogy reklamál. Nem tudja levágni, vagy öröki újra kell indítani, mint a silózót.
meg idő előtt abba hagyja. Közben nem is vettem észre, hogy nem adtam hangot a játékra, a fene egye meg. Ránézek így a hosszára. De ez így fasza lesz. Szépen egybe lehet szántani, úgyhogy meg lehet adni majd itt a vonalat, hogy merre is menjen. Megint elindítom itt a segítőt, hogy akkor haladjak a silúzással. Így. Hogy menjen. Hát lehet, hogy ezt a szélső sort ki fogja hagyni. Kicsit állíthattam volna erébb is. De talán megoldja. Na. Ó, a traktorban meg mennyi a szajri, azt is elfelejtettem elvinni. És jó, van, ez még belefér. Ráállítom így hosszára, és akkor hagyd menjen. Azt mondja, hogy cső, vegyük el ki. Ja. Be sem melegítem a motort, belecsapunk a lecsóba. Ja, és akkor ez az a pont, amikor ha nem megfelelő közelségbe állok a silóhoz, akkor nem dolgozik, mert akadályozom. Ha meg túl közel, ha meg kicsit távolabb vagyok, akkor nem akar menni. Teszek egy tempómátyást. Na, szeretnék egy kicsit tovább eljutni. Remélem nem vesz ki az észből semmi. Ami miatt nem lesz. Vagy rövidebb lesz megint a videó. Hát ugye a rávát is le kéne hoznom, de jó van. Még egy picit hátrébb kéne tolnom.
aludni. Nem akarom annyira a szélére erőltetni, mert félő, hogy át fog buggolni a bunker silónak a falán. És akkor utána meg még baszakodhatok azzal, hogy azt vissza rakjam. Én megpróbálom egy kicsit nyújtani most már, hogy a rába azért fel tudjam mászni rá. Hoppá, hoppá, hoppá. Közben megfogalmazódott még egy gondolat a fejembe, hogy csak vissza kéne vennem azt a erre a betakarító eszközre azt a vágóasztalt a fűhöz, és akkor ebbe a silúzós pótba mehet szépen. Ja, de nem jó, nem jó, nem jó. A fűvel nem tudom, hogy miként dolgozik. És én füvet akarok kaszálnia. Elmarad a B verzió, hogy ez a föld ez be lesz vetve fűvel, és akkor szépen lehet kaszálni. Jó, ebből már nem sok van. Természetesen tolatva fog megfordulni. A villanyoszlop miatt, ez nem is kérdés. Úgyhogy én ráérek itt tempomattal. Megfordulni. Innen is kivettem egy sor fát, ami rettentő hasznos volt. Na így azért jó néz ki, ahogy dolgozik ez a páros együtt. Nem nagy ez a térkép. Hát nem nagy, de azért egy embernek feladja a leckét. Még így segítővel is. Segítő nélkül ez kivitelezhetetlen lenne, még maga a silózás sem, ugye már nem megoldható, egy ember nem tudja megoldani. Nem is baj, hogyha a szénát megeszik, amit előzőleg kaszáltam a teheneknek, mert akkor legalább majd tudok nekik adni szilást széna helyett, és akkor füvet kell nekik kaszálni. Arra is ki kell majd eszközölnöm valamit, amivel csinálok takarmánykeveréket. Hát ezt lehet, hogy eladni nem is tudom. 12 darab tehénnek ez viszont már igencsak sok.
Valós idő szerint reggel 7:30 van. Ilyenkor a legcélszerűbb csinálni a videót, mert nincs az a buzi meleg. Vagy pedig máskor nem nagyon, mert itt van mellettem a ventilátor, de az, hogy fölkeveri a levegőt, száll a por, így is tüsszegek össze-vissza. Ahogy a képen is látszik a videóban, félmesztelenül ülök, bár összeúsztam a fészkemet, de attól függetlenül látszik valószínűleg, de nem érdekel, mert ezt máshogy nem nagyon lehet elviselni. Azért ilyenkor reggelente az ember fejébe elég nehezen fogalmazódik meg az, hogy mit is kéne beszélni a videó alatt. Tolólapot nem valószínű, hogy fogok venni a szecska egyengetéséhez, mert teljesen felesleges, mivel a rába önsúlya és a gumik szélességével meg lehet oldani azt, hogy szép egyenletese legyen terítve. Úgyhogy most már beljebb akarok orientálódni egy kicsit a bunkersilóba, mert félő, hogy ki lesz taposva. Úgy így szépen el tudok majd haladni középpen. Szélén behozom a traktorral, és akkor középpen el tudok menni. Így egy picit bunkersiló jobbjára üritek. Úgy, és akkor majd oda betalomok még a következőt, meg betalom oda a balra. Itt még át tudok járni a traktorral. Lassan a segítő is befejezi azt a kukoricát, vagy napraforgó szatyizást. Reméljük nem hagyja el belőle. Aztán utána szerintem le is hozom a rábát. Meg el kell vinnem a magot leüríteni, úgyhogy szecskáz, most lefelé mentem, ugye? Lefelé, jó. Szecskázást megint lehet, hogy abba hagyom egy kicsit. Vagyis silózást, hogyha így jobban hangzik.
Induljál már meg te. Jó, befejezte a munkát, akkor valószínű, hogy hagyott egy kis csíkot. Még ezt a pótot megtöltöm. És akkor lehozom a rábát. Meg úgyis el kell... Most mi van veled, Mare? Hát menjél. Túl bonyolítja ezt a fordulást. Bent lenne taposás, akkor a felét letaposná, ez a szerencsétlen. Ó, de jó. Rozsdás ez a pót. Csoda, hogy még egybe van. Jó, ide. De nagyon meg kell itatnom ezt az MTZ-t. Még a végén úgy járok, hogy kifagy a kerozin, aztán el kell sétálnom a kútig. Egy 5 literes kannával a kezembe. Azon gondolkozom, hogy hol is lehet itt kút, valószínű, hogy csak a telephelyen. Tempomat ott még nem raktam rá ide a váltóra, úgyhogy mindig vissza kell nyúlnom a billentyűzetre. De rá fogom rakni nagy valószínűséggel, csak el nem felejtem megint, mert általában mindent elfelejtek. Ami ilyesmi. Eszi ám rendesen az üzemanyagot ez az MTZ. Hát, hogy átírom a tankját egy kicsit, hogy ne kelljen mindig azt lesegetni, hogy hoppá, hoppá. Milyen objektum, te szerencsétlen. Na mindjárt meg tőle ez a
pót is, és akkor elveszem a segítőtől. Aztán utána lehozom a rábát, de akkor már hozom vele egyből az zekét is. De az MTZ-t is el kéne vinnem megitatni. És az a gáz, hogyha visszaállítom ugye a az MTZ-t, akkor vissza kell jönnöm ide. Hogy is kéne csinálnom? Azt fogom csinálni, hogy most kiürítem a silóspótot. Kiviszem a learatott gabonát a vasútállomásig. Visszamegyek az MTZ-vel a igen, a telephelyre, megtankolom, megitatom, utána elviszem, akkor onnan már nem kell annyit jönni. Hú. Gyere már, hát gyere már, most... Most megint távol vagyok, hogy mi a jó Isten van veled. Ezt a 2%-ot bírd már ki egyet. Jó. Szálljál ki, mert úgy pofon lendítelek. Mondjuk az a személyautó elég bután néz ki itt a tehén istállóba. Ugye el tudsz itt menni. Ajaj, végül, ez egy MTZ, ez mindenhol elmegy. Kivéve, ahol nem. Ott meg a rábával rá tudunk segíteni. Szép, sima felületet akarok ide csinálni. Jó. Opa. Jó. Na, akkor a... tervek alapján ezt a szóját kiúzom a vasúti sín, vagy a vasútállomásig.
Meg is nézem, de azt hiszem nincs a bunker silóba, ugye? Nincs már több szója, bab, nincs, jó. Óha. Mondjuk ez egy hátulütője, egy leadási pontot még lehet, hogy be kéne rakni. Legyen konkurencia, mert itt bár mondjuk ez 17-ben nem tudom, hogy hogy működik, 19-ben határozottan már jól működött az, hogy beraktam egy leadási pontot pluszt, akkor amolyan konkurencia szerűen fogta fel a játék és a módolt leadási pont az mindig többet adott, vagy a másik, de olyan volt, mint hogyha konkurencia szerint vette volna fel ezt a dolgot, és játszottak egymás, versenyeztek úgymond egymás árai ellen. Itt hagyom valahol. Így. És akkor elviszem ezt az MTZ-be és megitatom, mert jaj, itt elfelejtettem lassítani. Ja, lehet, hogy az olajos kanna ott a javító műhely mellett azért van ott, hogy ott az üzemanyagkút, vagy na mindegy, majd mindjárt kiderül, hogy hol van az üzemanyagkút, mert amúgy fingom nincs. Erre gondolok itt. Na jó, hát ez itt nem lesz megitatva. Ja, itt, így gyanús a dolog. Ugye járó motorral nem tankolunk. Bár mondjuk az MTZ-nél ugye hátul van a tanksapka, és itt van. Úgyhogy elméletileg nem okozna gondot, ha jár is a motor, de és nem, hogy nem okozna, hanem nem is okoz gondot, mert nem egyszer tankoltunk mi is valójában, bár mondjuk nem tankoltunk, mert nálunk a faluban nem volt üzemanyagkút, hanem ugye 20 literes kannákban volt hazahordva a na itt is megy egy kis valami vigyó traktor, egy ilyen kisebb póttal, olyan 4000-es volt. Ups. Lassítsunk most, nem felejtek el most lassítani, mert amíg a végén megtanul repülni ez az MTZ.
Hop, 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 megszaladta. Lükfesz be a mínes. Na mennyi főnök, mennyi haladják arra? Hú, ez barom jó. Ez a duda. Bírom 19-ben a legnagyobb New Holland kombányba, meg az ideálba berakják ezt a izét, ezt a tolatóradart, ezt a pitt-pittyet, tudagyanent. Legalább annak adtak volna egy kis kicsivel élvezhetőbb duda hangot. Bár mondjuk az AI ellen a duda az nem segít. Mert ugye az AI-nak, hogyha neki koppansz, akkor az olyan, mint hogyha betonfalnak mennie. Remélem nem akadok most el megint. Jó, átbukdácsoltunk. Na. Majdnem 10 000-et kaptam ezért a kis szójababér. Még leürítem a kombányt, lehozom a rávát. Az ekével együtt ugye, hogy akkor már itt legyen az eke is. Idézőjelesen eke. Most mi? Hulgáz, kipereg a kerék lendülettel. Gyere, 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 gyere. Próbálom. Jó. Hát ez okoz gondot, de középen húzom, ahol lejjebb van a sín. Ott is elakad. Nagyon le van rakva az átkerő hely. A földbe, de nem megoldhatatlan. Mindig elcsúszik a pedálom, vagyis a papucsom. Arrébb ülök egy kicsit, ahogy fészkelődök, aztán meg kell állnom megigazgatni. Most azt néztem hirtelen, hogy egyesen van. Elméletileg, ha jól sejtem, ugye az időpörgetés az, nem is tudom, egyszer pörgettem az időt ugye estéről reggelre, tehát összesen, ha minden igaz, akkor a játékon belüli idő szerint még csak másfél, esetleg 2 nap telt el. Tehát úgy jól haladok, a való életben meg már ez az 5. rész, ha minden, ha jól emlékszem, 5. vagy 5. rész lesz. Hű, basszus, elfelejtek be, ja jó, így kell befordulnom. Így meg már, most már itt tartok a, hogyha az 5. rész, akkor 5 óránál. De látszik is a traktorban van 3,9 óra. Ide fogom szépen félreállítani ezt az MTZ-t. Hagy pihenjen egy kicsit. Nem erre. Égyni. Ezt szépen leszett ez. Jó van. A reklamációnak nincs helye.
Ez is 4 tonna körül van ez a szatyi, most nem is figyeltem, hogy mennyi pontosan, de nem is fontos annyira. Így, ez is itt maradhat. És akkor megyünk a rábáért. Ó, de jó hangja van. Azt a büdös ugrik, mint egy kenguru. Oda néz. Rezeg a kipufogó, mint a kocsonya. Nagy légszűrő csonk rajta, hogyha mély vízbe megyünk, akkor is bírja a kiképzést. Füstöl is rendesen. Mondjuk a szín az nem mika elsárga, de az legyen a legnagyobb gond. Hát mondjuk a szint azt nem találtam el, de nem is baj, hogy ilyen lett szín. Azt, ahogy kormol. Baromi jó. Jaj! Az meg majdnem fölborult. Na milyen ez a rába belülről? Ó, és még a tükrök is működnek. Faszán, mind a három, de jó. Ez is ícés, biztos. Íci, ezen is a right shift. Aha. Na ez nem tudom mit csinál. Ajtó, ugye. Nem. Ja, várjál. De ez nem tudom átkapcsolni, nem? Ja. Igen, másik ajtó, nem nyitom ki, mert tele lesz porral, hátsó ajtó, nem? Mi az Isten, ebben még ízét is lehet rakni? Nem tudom, mit jelez az ki. Mindegy, azt hittem, hogy föl lehet nyitni a motorháztetőt, de nem. Nem gond. Ha nem, hát nem. Ha ennyi, mert nem végzünk. Óvatosan, mert még a végén felborul. Mondom én, oda néz, hogy billen. Mi van ezzel? Megy a mozdony. Úgy füstöl, mint a régi dízel mozdonyok. De akár azt is lehet mondani, hogy a gőzmozdonyok, amik voltak a 18. század végén. Nem jön semmi. Óvatosan fordulok. Valahogy nem volt olyan, ahogy emlékszem. A... melyikbe is használtam? Ja, izé, a Pinecover mappon használtam most legutoljára ezt az ekét. Hát nem volt ilyen borulékony.
egy kész Optummal használtam, vagy már nem is tudom milyen traktorral. Meg a Fendt 900-assal. Nem hagyom még itt az ekét, azért nem hagyom itt szana szét a cuccokat. Tetszik ez a rába. Wow! Pedig nem megyek gyorsan, hogy ennyire borulékony legyen. Ide félre rakom ide a vágóasztalnál, így jó helyen lesz. Szépen letaposom a silót. És a szecskát. Honnan kéne rájönnöm, hogy lehetőleg erre tapossam befelé. Először. Hűha! Na erre varjál gombot. Igen, ez várható volt emiatt a pukli miatt, hogy a hasánál megfogja a rábát egy kicsit. De megoldjuk. De szépen csüklik ez a rába. Még már talán egy kicsit ideálisan. Na jó, ezt lehet, hogy billentyűvel egyszerűbb lesz, meg gyorsabb. Nem buggolt még eddig. A falon. Nem kell ide tolólap, olyan szép egyenes felületet lehet csinálni ezekkel a Dunnarába gumikkal, hogy olyan, mint a Balaton, vagy mint a tükör, olyan sík felületet. Na jó, azért annyira nem, de szép egyenesre. Mi az, hogy 584 euró bérköltség? Na, mikor hagyták abba? Jobb is lesz, hogyha lent lesz a rába, mert hogyha esetleg hozom be a szecskát az MTZ-vel, nehogy elakadjak, akkor ki tudom tolni vele. Hűha, hűha! Melyiket csinálsz, ráró? Pedig itt most nincs is semmi, amin nincs olyan gödör, amiben bele hülyett volna a kerék.
Itt most nem annyira a 100%-a fontos, hanem a sima felület. Mert ugye még lesz egy kevés. És az MTZ-ját tudja vonszolni rajta. Fasza nincs kitaposva a silóból. Se jobbra, se, mondom, se balra. Nem bugolt át a bunker silón, úgyhogy ez már egy jó dolog. Hosszára sincs eltaposva annyira, hogy kimenjen, tehát szépen le fogja fedni. Itt van még egy ilyen csúcsos rész. Itt megpróbálok-e eligazgatni. Bár itt már ugye benne marad a kerék nyom is. De faszán néz ki, hogy kap egy gázfröccsöt, és megemelkedik az orra, kirúg rendesen. Érni. Az is, mint hogyha félne valamitől újra meg. Betyeg a motor. Még azt akarom megnézni, hogy külső nézetből nem lehet kinyitni a motorháztetőt. Vár, nem úgy tűnik. Jó, hát mindegy. Hoppá, de az ajtót viszont kinyitotta. Jó, van éjszakára, nem hagyjuk így. Égyni. Na, megnézzük ezt a felületet, hogy sikerült. Jó lesz ez. Ennyire van tömörítve? 100-ra van tömörítve, de hát még ide be lesz hordva a többi is. Na hát, hölgyek, urak, fiúk és lányok, kicsik és nagyok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem tovább, vagy ebben a részben is. Lemutolom a játékot. És akkor ezzel a képpel el is köszönök tőletek, mert most már melegszik megint az idő, aztán ventilátor nélkül már meg amúgy is van dolog kint, meg bent, meg fent, meg lent. Na mindegy, visszavárlak titeket a következő részre is. Szevasztok!